Nem mondanám azt egyetlen rendőrnek sem, hogy mocskos rendőrök, mocskos állatok, Pintér kutyái, Orbán kutyái. Balról húz el a Skoda a rendőrautó mellett, az eset tavaly szeptemberben történt, a kocsit a szegedi önkormányzati képviselő Szabó Bálint vezette. A politikus később a rendőrökkel is összetűzésbe került. Hát engem kimondtak a forgalomból. Kitiltották Budapestről, majd miután ezt megszegte, a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság letartóztatta. Szabó Bálint saját bevallása szerint is botrányhős. A Szevjép ügyel vált ismerté, idézett a korabeli Echo hírtévi anyagból. Azt látjuk most már a büntető eljárásból, hogy szabályszerűen kitalicskázták az alvállalkozóknak járó pénzeket, különböző cégeknek és haveroknak juttatták a súlyos 100 milliós kölcsönöket. A kormánypárti politikusok sokáig itták szavait. Szabó azt hangoztatta, hogy a szegedi önkormányzatnak és Botka Lászlónak is köze van a csődbe ment céghez. 12 év után a Szevjép ügyben az egyik volt cégvezetőt felmentették, a másikat 2,5 millió forintra ítélték. 2020-ban a koronavírus idején kocsijával lezárta az annak utat, a tömegközlekedés leállítását követelve. Tavaly a Baromfi ágazatban tűnt fel, tüntetés szervezett, a választások előtt az agrárminiszterrel egy asztalnál ült. Velem egészen addig nem volt semmi baj, amíg valahol valaki azt nem találta mondani, amikor egy befolyásos fideszes politikussal beszélgettem, hogy Szabó úr magából vagy börtöntöltelék, vagy miniszterelnök lesz. 2019-ben viszont minden megváltozott. Házkutatást tartottak nála a rendőrök, 2022-ben gazdák nélküli gazdatüntetés szervezett, majd a rendőrök bilincsben vitték el a Köcsei piknikről. Én botrányhős voltam, és ezt tudatosan vállaltam, ezt a szerepet. Tavaly november óta az egyik budapesti BV intézetben tartják fogva. A nap 24 órájából 23-ban egyedül van. Elvesztettem a kislányomat. Megmondták a szülői felügyeleti jogomat. Elvesztettem a feleségemet, mert éppen válik tőlem. Elvesztettem a teljes vagyonunkat, mert minden a feleségem nevén volt, aki elhagyott. Abban bízik, nem sokára jogerős ítélet születhet ügyében, és mivel az ügyészség felfüggesztett börtönt kér rá, végre szabadulhat. A börtönben beszélgettünk Szabó Bálinttal. Ma volt egy nevelői szemle, és ott tanultam egy nagy igazságot a hibáról. Azért hibázik az ember, mert ezzel bizonyítja, hogy ember. És nem egy robot. Szóval én hibáztam. Hibáztam, amikor felszálltam október 28-án Salgótarjánban egy távolsági buszra. Megbeszéltem a buszsofőrrel, hogy valahol Budapest előtt majd megáll, mert egyébként van erre precedens. Aki vidéken él, az pontosan tudja, hogy azért rugalmasak a vidéki buszsofőrök. Aztán ez már nem történt meg, és mivel élőben közvetítettem a buszon történő utazásomat, azért nyilván a rendőrség is érzékelte, hogy átléptem Budapest közigazgatási határát, úgyhogy az első adandó alkalommal, ahol én le tudtam szállni, ott már rendőrök vártak, és gyakorlatilag onnantól már futószalagra kerültem én is, az ügy is. Ez volt október 28-án, egy ügyészségi technikai hiba miatt még volt 12 napom szabadlábon, mármint szabad lábon, de nem szabad lábbal, hiszen akkor már ugye a lábbilincs rajtam volt, és végül november 11-e volt talán az a nap, egy pénteki nap, Szent Márton napja, amikor 11 órakor végleg elfogtak, és azóta élvezem a BV intézmények vendégszervezetét. Azt csak sejti, miért nem engedték ki, ha az ügyészség sem kért rá letöltendőt. Hogy az ügyvédek, elfogyasztottam belőlük elég sokat az elmúlt fél évben, egyike sem tudott erre választ adni, hogy van valaki egyik oldalról 7 hónapja letartóztatva, úgy, hogy egyébként a vádlói sem akarják őt börtönben látni, hiszen a vádirat egyértelműen bebizonyítja, felfüggesztett börtönt kérnek rám. Szóval azt tudom csak mondani, hogy a jó Istenen kívül, meg az ügyészségen és bíróságon kívül ezt kevesen tudják ma Magyarországon, de mármint a kérdésre a választ, de én azt tudom mondani, hogy a megoldás kulcsa, mint ahogy a hiba lehetősége is az én kezemben volt, szóval a megoldás kulcsa is az én kezemben van, hiszen ha lehet hinni a végzésnek, meg az idézésnek, akkor 18 nap múlva bíróság elé állítanak. Állítja, megbánta a tavaly őszi tetteit. Ami a szeptember 21-i eseményeket illeti. Szeptember 21-ét őszintén megbántam az elmúlt 7 hónapban, és ha újra szeptember 21-e volna, akkor nem keverednék be újra a tekes konvojba, és nem mondanám azt egyetlen rendőrnek sem, hogy mocskos rendőrök, mocskos állatok, Pintér kutyái, Orbán kutyái.
őszintén mondom, hogy nem a fogvatartásom körülményei, nem is a fogvatartásom ténye mondatja velem, hanem egyszerűen, ahogy maga mondta, 7 hónap alatt az embernek, ha nem hülye, meg nem ment el az esze, akkor van ideje végiggondolni nagyjából mindent. Én végiggondoltam, és őszintén megbántam. De ennél tovább is mentem, és akkor engedje meg, hogy elsőként, és szerintem utolsóként a nyilvánosság számára ezt is elmondjam, hogy én magam 2023. április 13-án kaptam kézhez a vádiratot, azt, amit önök már mint egy részét a sajtóból, ügyészségi közlemény formájában már március végén megismerhettek. Én ezt a vádiratot április 13-án kézhez kaptam, elolvastam, felhívtam az ügyvédemet, megkértem, hogy jöjjön be, és akkor itt jön a lényeg, teljes körű, minden vádpontban a bűnösségemet elismerő, a vádirattal teljes mértékben megegyező, beismerő vallomást tettem, ezt elküldtem az ügyészségnek, akik a vádat képviselik, elküldtem az ügyemben eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság bírájának Tóth Miklós Ferencnek, és elküldtem a letartóztatásom ügyében másodfokon dönteni szokott fővárosi törvényszék bíróságának is. Mind a 3 igazságszolgáltatási szervnél ez a nyilatkozatom, ez a teljes körű, saját kézzel írt, saját kezűleg aláírt, befolyástól mentesen tett beismerő vallomásom április 13-a óta, vagy amikor az ügyvédem oda eljuttatta, ott van és rendelkezésre áll. Szerinte a célok jók voltak, de az eszközök nem. Vitatkozom azzal, aki azt mondja, hogy a cél szentesíti az eszközt. És erre is az elmúlt 7 hónapban sikerült rájönnöm, lehet, hogy túl későn, de azt mondják, hogy mindenkinek jár egy új esély, de erről majd később. Szóval lehet, hogy jók voltak a célok. Lehet, hogy nemesek voltak az ügyek. Lehet, hogy hittem bizonyos célok elérésében, de nem mindig, alkalmanként nem a megfelelő eszközt választottam. De azért ezt tudni kell rólam, hogy kis megszakításokkal 25 éve valamilyen formában, de közélettel foglalkozom, és a közéletben veszek részt. Gyakorlatilag Pannonhalmi egyetemist vagy gimnazista korom óta ezzel foglalkozom, és azt gondolom, hogy ha ez alatt a 25 év alatt volt, most fel is sorolta talán 3 eset, amely kapcsán összességében 4 büntető eljárás indult velem szemben, és amelyből egyelőre most lesz az első, amely az én beismerésem folytán várhatóan hamarosan lezárul, akkor azt tudom mondani, hogy talán nem olyan rossz ez az arány. Biztos vannak nálam okosabb, bölcsebb, előrelátóbb emberek. Én azt tudom mondani, hogy akkori eszemmel, akkori tudásommal úgy cselekedtem, mai eszemmel, mai tudásommal nagyon sok mindent másképp csinálnék. Levelet írt Orbán Viktornak, beszélt a börtönéletről is, és arról bent kire számíthatott. Aki még nem volt ilyen helyen, mint ahogy én nem voltam még, annak ez egy roppant nagy emberi kihívás, amit meg kell ugrani. És higgy el, hogy ehhez képest eltörpül akár egy miniszter, de akár még a miniszterelnök személye, befolyása is. Az én állapotomra nézvést nagyobb befolyása van az édesanyámnak, vagy az édesapámnak, mint akár a miniszterelnöknek. Mert előbbiek, a szüleim segítik túlélni a mindennapokat, az utóbbi pedig nyilván lehet, hogy befolyását meg tudja mozgatni bizonyos ügyekben, az enyémben egyébként kétlem, de nem is várnám ezt el sem tőle, sem mástól. Ennek ellenére, mivel a miniszterelnökkel van egy személyes nexusom, és ennek egy része az teljesen publikus a nyilvánosság előtt is, utalok csak a szeptember 18-i, tehát 3 nappal az események előtti 4 szemközti találkozónkra. Szóval azt tudom mondani, hogy a miniszterelnöknek írtam levelet, de nem segítséget kértem, hanem elmondtam mindazt, amit gondolok arról az elmúlt 25 évről, amióta mi először egyébként a Pannonhalmi Vences gimnáziumban, ő akkor miniszterelnökként, én meg talán végzős gimnazistaként találkozásunk óta történt. És akkor itt is egy dolgot szeretnék teljesen egyértelművé tenni.
velem egészen addig nem volt semmi baj, amíg valahol valaki azt nem találta mondani, amikor egy befolyásos fideszes politikussal beszélgettem, hogy Szabó úr magából vagy börtöntöltelék, vagy miniszterelnök lesz. És mint utóbb kiderült erről a beszélgetésről, erről aztán tudomást szerzett a miniszterelnök is. Ez valamikor 2018 után történt, 2019 előtt az emlegetett nyomozók először megjelennek a lakásunkba, de nem utoljára. Történet előtt egy kicsivel. És hogy rövidre zárjam a választ, szerintem mindenki tud most már rá válaszolni, hogy Szabó úrból börtöntöltelék, vagy miniszterelnök lesz-e, de ezt inkább a nézőkre bíznám. Én akkor sem válaszoltam rá, és azóta sem válaszoltam rá, de a miniszterelnöknek egyértelművé tettem, hogy nem tudok azonosulni azzal a fajta országvezetői stílussal, amelynek a lényege az, hogy oszd meg a saját nemzetedet, és úgy uralkodj el rajta. Ha már így elmentünk ilyen személyes vonalba, tehát hogyha így végignézem mondjuk az elmúlt 4 év eseményeit, akkor még mindig megérné ezeket újra végigcsinálni, hogy tudja, hogy ez a vége? Akár magánéleti vonalon, akár azon, hogy itt a BV-nek a vendégszeretetét élvezi 7 hónapja? Hát ért el annyi eredményt vele? Tehát mérlegre lehet tenni ezt a kettőt? Kezdem a legvégéről, a BV vendégszeretetéről, és csak egy mondatban, talán ezért nem leszek megszidva. Minden rosszban van valami jó, és higgyék el nekem. És ha nem hiszik el, akkor majd látni fogják, mi egy szabadon innen kisétálok, hogy rám ez a büntetés végrehajtási intézmény, és az itt eltöltött 225 nap, ez lesz várhatóan a vége. Ez mindennél jobb hatással volt. Tehát ha emberileg az én személyiségem szempontjából közelítjük meg a dolgot, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy megérte. Ha azt kérdezi, és akkor itt válaszolok erre a részére is, ha azt kérdezi, hogy újra, ugyanígy ezeket a dolgokat megcsinálnám-e, akkor azt tudom mondani, hogy nem. De ami lett volna, ha, főleg az én helyzetemben, az itt rohadtul nem számít. Az ön ügyei azért mindig egyfajta megosztottságot hoztak, még hogyha azt is mondja, hogy nem szereti, hogy miniszterelnök úr hasonlóan vélekedik az oszd meg és uralkodjról, hiszen azért számos olyan ügy volt az évek során, amivel ön kiállt a sajtó elé, majd abból lett sajtó helyreigazítás, jogerősítéletek. Önnel szemben is szerintem számtalan eljárás indult. Azok lezárultak, azokban most ön ellen van eljárás, ugye voltak személyiségű jogi perek, ha jól emlékszem, és egyéb. Tehát mindenki perelt a végén már mindenkit. Hát ez pontosan így van, és leegyszerűsítve a dolgot, mert amikor ide bejöttem, akkor nyilván számot vetettem ezekkel is. 6 darab indult velem szembe, és 24-et indítottam én. A lezárult ügyek aránya az még jobb volt az én szempontomból, mert elveszítettem akkor 4-et, és megnyertem 18-at. Ennek ellenére azt gondolom, és ez is most már határozott álláspontom, hogy politikai kérdéseket nem a bíróságokon kell elrendezni, sőt, tovább megyek, nem büntető ügyként kell politikai kérdéseket kezelni és elrendezni, és ez mind számomra tanúság, tehát magyarul én nekem sem kell a feljelentősdit játszani, sem szegedi, sem országos ügyekben, és én azt gondolom, hogy velem szemben sem kellett volna, vagy nem kellene, most már csak inkább múlt időben mondom, tehát nem kellett volna politikai ügyeket átbüntető ügyezni, hogyha lehet ilyen rosszul vagy csúnyán fogalmazni. Tehát azt tudom mondani, hogy a politikai ügyeket a politikai térben kell megvitatni, és ott kell eldönteni, és a politikai meccseket ott kell lejátszani. A büntető ügyek az meg egy teljesen másik kategória, azt meg nyilván a bíróságokon.
követi a közéletet, ráír, más dolga sincs. Napra kész vagyok, hogy mi történt és mi történik. Szerintem mindenki másra napra kész, hiszen van lehetőségem megnézni egymás után akár 3-4-5 híradót, aztán azért, hogy összevessem a dolgokat. De ugyanaz a helyzet egy csomó minden más területen. Soha nem tudtam még egy teát sem megfőzni. Sokat jobb volt a főzési tudományom, mióta egyébként nézek bizonyos műsorokat, célzottan és tematikusan. Aztán itt kérdezte még talán interjún kívül a szakmatanulás lehetőségét. Hát rengeteg olyan műsor van a tévében egyébként, ahol egyébként kompletten meg lehet tanulni, hogy kell fölhúzni egy házat, vagy éppen elbontani. Úgyhogy lehet azért itt tanulni, és az a jó ebben a börtönrendszerben, mármint nem egész nap van tévé, hogy megbecsüljük, és azért ki is válogatjuk belőle, már valamelyikben lesz hozzá, akkor kiválogatjuk belőle azt, ami számára jó és fontos. És még egy dolog, hogy mindez, mármint ez a napi háromszori tévézési lehetőség, ez egyfajta ütemrendet, menetrendet ad a napomnak. Hiszen egy dolgot ne felejtsenek el, én 24 órában egymagam vagyok, és ebből 23 órát gyakorlatilag a saját zárkámban töltök. Agrártüntetésről, kacsaszövetségről is kérdeztük. Ugyanez a miniszter a választás előtt lejött, fölhívott, kiült mellém, közösen bejelentettük a teljes agrárkormányzattal együtt, hogy kapnak 2 milliárd forintot a gazdálkodók, lemegy a választás, és ugyanez a miniszter, pusztán azért, mert számon kérem a választások előtti ígéreteit, azt találja mondani, hogy én csaló vagyok. Ha régi énem lenne, akkor alig várnám, hogy kiszabaduljak, és jól bepereljem Nagy Istvánt. De már nem a régi énem működik, és nem a régi énem szerint fogok ezekre az ügyekre reagálni. Van nagyon tiszta és nagyon határozott jövőképem, és ebben is rendkívül sokat segített ez az elmúlt 7 hónap. Minden egyes óra, amit lent tölthettem az udvaron, 208-szor futottam eddig egy-egy órát minden egyes nap. Szóval ez nagyon sokat segített abban, hogy ne csak azt értékeljem át, ami eddig történt az elmúlt 41 évenben, és ebből negyed évszázadot, 25 évet közélettel, politikával foglalkozó emberként, meg persze nyilván magánélet részét is, de ezt most hagyjuk meg, hanem azt is nagyon világosan végig tudtam gondolni, hogy napra, hétre, hónapra és évre pontosan mihez szeretnék kezdeni, amikor innen reményeim szerint június 23-án, valamikor a délutáni esti órákban kiszabadulok egy jogerős ítélettel. A Szabó Bálint és az, hogy képvisel valamit, az ugye nagyon kettős. Hogyha itt előbb a kacsásokat említettük, ott azért nagyon nehéz lett volna azt elvitatni, hogy egy jó szándék van mögötte, és egy olyan szükséges dolog, amit meg kellett volna lépni, vagy meg is lépett, és nem lehetett ugye a szőnyeg alá söpörni. Viszont ott a másik oldal, amit emlegettem, hogy számos olyan perindult ön ellen, meg az állításai kapcsán, ami gyakorlatilag önt hiteltelenít. És akkor ugye eljutunk odáig, hogy most egy BV intézetbe beszélünk, tehát az a Szabó Bálint, aki innen majd ki fog kerülni, ő például vállal közéleti szerepet, illetve hogy tud úgy vállalni, hogy ő azt mondja, hogy de most akkor most tényleg igazat mondok? Azon gondolkozom csak ilyen hosszan, hogy szavakkal egy börtönből hogy tud az ember arról bizonyságot tenni, hogy igazat mond. De a legegyszerűbb azzal talán, hogyha a mostani helyzetben, a mostani kérdésére teljesen egyenesen válaszolok. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy vállalok közéleti szerepet. Viszont megtanultam azt a nagyon fontos tanítást, hogy valami ellen küzdeni, annak semmi értelme. Valamiért küzdeni, csak így érdemes. Úgyhogy van egy nagyon világos és tiszta vízióm, egy álmom arról, hogy milyen országban szeretnék élni. Tovább megyek, milyen városban szeretnék élni, és itt nem a földrajzi helyre gondolok, hanem arra, hogy milyen legyen az az ország, vagy milyen legyen az a város, és ezért aktívan szerepet kívánok vállalni mind a helyi, mind az országos magyar közéletben, és az is nagyon fontos, mivel itt felröppentek már hírek arról is, hogy bizonyos külföldi állam vagy államok
menekült státuszt, politikai menedékjogot ajánlottak részemre. Ezt is szeretném teljesen egyértelművé tenni, hogy Magyarország a hazám és Szeged a választott városom, úgyhogy nem megyek sehova. Maradok Magyarországon, maradok Szegeden. Abban a formában, ahogyan 2022. november 11-e előtt közéleti tevékenységet folytattam, arra senki ne számítson. Tehát a botránypolitizálás, fogalmazunk ilyen egyszerűen és búvárosan. Ez nagyon fontos most és mindenkor a helyére tenni. Én botrányhős voltam, és ezt tudatosan vállaltam, ezt a szerepet. Az volt a különbség csak azok között, akik ezt mondták rólam, meg az én képem között, hogy én szerintem az ügyek voltak botrányosak, és én voltam ezekben az ügyekben a hős. Ez volt az én gondolatom, különben hogyan csináltam volna végig ezeket az ügyeket úgy, hogy nem hiszek benne, és nem hiszem azt, hogy nekem van igazam. Másik oldalról pedig nyilván kívülről nézve, és ezt most már én is van időm, volt több 7 hónapon keresztül kívülről, hátulról, felülről, alulról mindegyen szemlélni saját magamat és az elmúlt életemet. Szóval most már én is azt mondom, hogy igen, kívülről nagyon sokakban joggal volt az a kép, hogy ez egy botrányhős, egy provokátor, a politika fele gyereke. Na, vagy futóbolond. Azt azért kérem csak ki magamnak, mert nálam... Volt rá kísérlet, hogy elmeorvosi vizsgálatnak vessék alá. És ez nagyon fontos, és ebben viszont nem ismerek tréfát. Bár most tréfásan fogok rá válaszolni. Nálam több papírja senkinek nincs arról ma Magyarországon, aktív politikusok közül, hogy mennyire normális. Engem nem kell elhinnie, szívesen át is küldöm, de szerintem a vádiratban is van rá bőven hivatkozás. Engem, és erre sincsen példa máshol sehol, és nem csak politikusok esetében, bűnözők, jogerősen elítélt bűnözők, meg embert megölő polgártársaink esetében sem, hogy valakire anélkül, hogy ennek a nevezzük futóbolonnak hívott fogalmon túlmenően, valakire nem merüljön fel annak esélye, hogy ő nem normális, és mégis az ügyészség a letartóztatás helyéül az IME-t, az igazságügyi megfigyelés elmegyógyi intézetet jelöljék ki. Ha a bíróság egy az egy bátemelte volna az ügyészség javaslatot, akkor én most gyakorlatilag a bolondok házában nem, hogy magával nem beszélgethetnék, hanem jó eséllyel oda lennék valóban mindig szíjazva gyógyszerek alatt. Úgy, és ez viszont egy nagyon súlyos ügy és nagyon súlyos kérdésket is felvet, hogy mielőtt engem elfogtak és bevittek, előtte pár hónappal egy másik ügyben készült rólam igazságügyi szakértői vélemény. 2022. márciusában, pár nappal a választás előtt egy állami szerv készített rólam egy igazságügyi szakértői véleményt. Ez ismert volt egyébként az eljáró ügyészségek, bíróságok előtt, és nemhogy nem támasztotta alá azt, hogy én, ahogyan fogalmazott, futóbolond volnék, vagy legalábbis az elmi állapotommal kétségek vannak, hanem az ellenkezőjét mondta. Azt mondta, és ezt azért vállalom büszkén, mert ez a letartóztatásom egyik fő indoka, hogy érzékeny, szenzitív személyiség, aki túlzott igazságérzettel rendelkezik, és most kapaszkodjon meg, szerkesztő úr, azért kell a letartóztatást adott esetben fenntartani vagy meghosszabbítani, mert a személyiségéből, tehát az túlzott igazságérzetéből következően fennáll Szabó Bálint esetében a bűnismétlés veszélye. Úgyhogy gyakorlatilag, ha én be akarom bizonyítani az egész országnak, és ezen belül a saját vádlóimnak, hogy én nem fogok újra bűnt ismételni, ahhoz egyetlen út vezet, az, hogy a ügyészség által kért legsúlyosabb büntetést, azaz 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtönt fogok én magam is a büntetés kiszabásakor indítványozni. Így tud egyrészt jogerős ítéletem lenni, azaz le tudjuk zárni 10 hónap után ezt az egész ügyet, és ami ennél fontosabb, így kap mindenki az ügyészségtől a bíróságon át, a magyar miniszterelnöktől a szegedi polgártársaim közül mindenki arra nézvést egyértelmű biztosítékot, hogy Szabó Bálint még egy piros lámpán sem fog gyalogosan sem átmenni. Legfeljebb gyalogosan, mert nincs jogosítványa. Szóval nem fog átmenni,
mert, és akkor ez az utolsó mondatom erre a témakörre, mert Szabó Bálint egy szabálykövető, normakövető és törvénytisztelő polgárként éli 2023. június 23-a délutánjától az életét, sőt, tovább megyek, így élem az életemet az elmúlt 7 hónapban is. Tehát azért ezt fontosnak kiemelni, és bocsánat, egy mondat még muszáj. A november 11-i letartóztatásomat követően ugye azonnal büntetésvégrehajtási intézménybe kerültem. Na, ha valahol az ember itt megtanulja, és megtanulhatja, hogy hogy kell minden büntető, polgári, fegyelmi, magatartási szabályt következetesen és pontosan betartani. Na, én jól éreztem magam itt, amennyire a körülmények ezt engedték, de köszönöm szépen, elég volt, és vannak kint olyan emberek, akik várnak rám, és vannak olyan emberek, akikre én is várom, hogy találkozhassak velük, hogy ki szeretnék menni, akármennyire is jól éreztem magam itt az elmúlt 7 hónapban. Ez jobb baloldali politikusok, vagy inkább civilek? Itt most kifejezetten a családomra és a barátaimra gondoltam. Munkatársai megvannak még? Meg azokra, hát munkám sincs. Tehát én abban a korábban együtt dolgozom. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elvesztettem a kislányomat. Megmondták a szülői felügyeleti jogomat. Elvesztettem a feleségemet, mert éppen válik tőlem. Elvesztettem a teljes vagyonunkat, mert minden a feleségem nevén volt, aki elhagyott. Elveszítettem a cégünket, amit 12 éve még a korábbi feleségemmel alapítottuk, és amelyikben gyakorlatilag a teljes személyes vagyonom és az elmúlt 10 év munkája volt. És elveszítettem a lakásomat, az otthonomat, tehát én hajléktalan is vagyok, ki is vagyok jelentve Szegedről. Tehát per pillanat nem is vagyok szegedi lakos. Úgyhogy én innen, amikor ez az ítélet jogerősen megszületik, valóban teljesen független és szabad emberként azzal fogok kimenni, ami már most is itt számomra a zárkámban rendelkezésre áll. De higgyék el, hogy ezen a 2x5 méteren ezen több értékkel rendelkezem, és nyilván nem fizikai értékre gondolok, több dologgal rendelkezem, több tudással, és nem tudom másokra, az egy több értékkel, mint nagyon sokan, akár én magam is kint korábban rendelkeztem. Melyik volt a legnehezebb része? Tehát most nem azt a Szabó Bálintot látom, akit mondjuk 2 hónappal ezelőtt nagy szakállal egy fotón, valamelyik törvényszéken előállítva. Tehát mondhatnám azt, hogy furcsán optimista, de azt meg nem feltételezem, hogy itt bármi olyanhoz hozzájuthatna, amitől optimista lenne. Tehát ez nem az az egység. Tehát melyik része? Volt ennek nehéz része, és az ember föloldódik, vagy ez a sokszor ismételgetett 18 nap, ez az, ami most motiválja? A június 25? 3. Június 25. Mindig el akarja tolni szerkesztő ezt a plazma. Az én szabadulásom napját. Volt már 5-ször olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy pár nap múlva szabadulok, aztán rám húztak még 30, 60, meg 90 napokat. Van papírom arról is, hogy február 14-én a Bálint napon, a saját 4 napomon az a bíró, aki először 90 napra berakott ide, utána ugyanaz a bíró azt mondta, hogy mégse kell már bent lennie, és kiengedett volna. Csak jött egy másodfokú bíróság, és azt mondta, hogy mégse. Szóval higgy el, hogy önmagában az, hogy június 23-án akárki is szabadulhatnék, vagy szabadulhatok, ez önmagában engem nem töltene el túlzott optimizmussal, meg jókedvel sem, mert azt is megtanultam itt a börtönben, hogy csak az a biztos, ami már megtörtént, és ez nem a börtön körülmények miatt van így, hanem azért, mert nyilván itt van egy végrehajtása annak az alapügynek, amely alapügyben viszont a döntéshozókat sem ismerem, nemhogy azt tudnám, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. Szóval nem ez mondatja velem, hanem két dolog. Az egyik az egy belső erő, vagy belső tartás, ami alapvetően az embernek a saját belsőjéből és hitéből, és ezt nem feltétlenül mondom, hogy Isten hit, hanem egyszerűen a hitéből. Az életösztönéből, a hitéből, és abból ered, hogy alapvetően az ember pozitívan szemléli a dolgokat, és még a legrosszabban is
keresi azt az egy pici jót, ami tovább viszi. Ez talán az egyik része a dolognak. A másik, és ezt sakran megkerülni, hogy ez egy nagyon más világ, mint amit sokan kintről feltételeznek. Amikor bejöttem ide, azt mondta nekem valaki, hogy Szabó, higgy el, hogy itt sokkal több a jó ember, mint kint a társadalomban, mert aki ide bejött, vagy bekerült, és itt most kifejezetten a rabtársaimról beszélek, meg magunkról, rabokról, az már elkövette a rosszat, és itt már azért van benn, mint ahogy most én is, hogy ezzel szembesítsék, szembesüljön, és ha van esze már, pedig a rabtársaim jó részének nem kis esze van, magához valószínűleg még annál is több, szóval ha van az embernek esze, akkor ez a közeg, ez kiválóan alkalmas arra, hogy szembenézzen saját magával, saját dolgaival, és aztán megváltoztassa a gondolkodásmódját. És higgyék el, hogy tényleg igaz az a mondás, hogy a viharban edzett fa mély gyökereket ereszt, és a börtön erre alkalmas. Szóval azt nem mondom, hogy de jó, hogy ide kerültem, azt sem mondom, hogy szerkesztő próbálja ki így életközepe környékén, hogy elvonuljon egy kicsit, legalábbis ne börtönbe feltétlenül, de azért azt tudom mondani, hogy a börtön gyakorlatilag olyan, mint az élet is. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. És ha az ember tisztességes, normális, korrekt, akkor vele is tisztességesek, normálisak és korrektek. Akkor visszatér szegedi képviselői munkájához, ugye, hogyha jogerős ítélet születik, az lemondásával, felmentésével jár-e bármivel? Hát amit én még nem olvastam a vádiratban, hogy a közügyektől el kívánnának tiltani. Úgyhogy ha nem lesz vádmódosítás, akkor én tudomásom szerint a közügyektől nem leszek eltiltva, révén, hogy ugye hivatalosan én ezt nem egy, tehát hivatalosan ez nem egy politikai ügy, hanem ez egy közlekedési, meg egy, nem egy, kettő, hivatalosos személy elleni erőszakként definiált büntetőügy. Az egyik esetben ugye a tekes kollégákat, a másik esetben pedig a rendőröket, vagy sértettem meg, vagy veszélyeztettem ki, hogy fogalmaz, és ezért kérik rám ugye a felfüggesztett börtönt, és mellette, még nem tudjuk, hogy mennyi időre, de nyilván a jogosítványom is ugrik, megjegyzem egyébként, ez már ugrott eleve, hiszen van 20 szabálysértési eljárás velem szemben a tavalyi tüntetések kapcsán. Hol azért, mert túl lassan mentem, hol azért, mert túl gyorsan, mindegy, nincs lehetősége. 20-szor indítottak velem szemben egy hónapon belül szabálysértési eljárást, összességében nekem 2 millió forintra büntettek meg, és emellett pedig a jogosítványomat összességében talán 4 ügyben 1,5 évre már elvették, vagy bemondták, most nyilván ez még valamennyi hozzá fog jönni. De közügyektől eltiltás, ez nem szerepel a vádiratban. Mihez fog kezdeni? Visszamegy ugye képviselőnek, akkor mi az, amivel mondjuk így a nyári szünetig, vagy az utolsó közgyűlésig még foglalkozni akar? Akar-e bármivel foglalkozni, vagy majd őszre koncentrál? Nem. Mármint, hogy nem majd őszre koncentrálok, hanem azonnal. Tehát én... De nem fogják most elvinni a Városházáról bilincsbe? Vagy ön nem figyelt, vagy még a régi beidegződések működnek. Ezek emlékek. Igen, azért mondom, hogy remélem, hogy majd egy idő után ez lesz az emlék, ez a mai interjú, meg azok a cselekmények, amiket valószínűleg az elkövetkező 25 évben végre kell ahhoz hajtanom, hogy 50 év után majd ne ilyen kérdéseket tegyen nekem fel újra. Szóval félretéve a tréfát, 72 órára biztos, hogy amikor innen kimegyek, azonnal újra őrizetbe fognak venni. Ez ténykérdés, mert ismerem az anyukámat, úgyhogy neki szüksége van 3 napra ahhoz, hogy csak és velük legyek. Aztán van egy következő lényeges dátum, vagy pont, hogy apukám még anyukámnál is szigorúbb, úgyhogy elképzelhető, hogy 30 napra még őrizetbe is vesznek, és nem fognak elengedni a szülői házból. De legkésőbb, valamikor július utolsó napjaiban nyilvánosság elé fogok állni, és el fogom mondani mindenkinek és részletesen azt, amit önnek elsőként és addig utolsóként is. Most elmondtam nevezetesen, hogy és milyen formában képzelem el a közéleti pályafutásomat. Azt nem mondtam még el magának, de legalább azt elmondtam, hogy elképzelem, tehát hogy van ilyen tervem és célom.
Ami pedig a szegedi közgyűlést illeti, hogyha a polgármester úr lesz olyan kegyes és megszáll engem, és nem a 23. pénteki napra teszi az utolsó közgyűlést, amikor éppen a saját ügyemben elítélnek, hanem egy héttel későbbre, azaz majd 30-ára, akkor természetesen részt veszek ezen a közgyűlésen, ha nem, akkor ez őszre fog csúszni. És a közéleti pályafutásommal kapcsolatban tényleg azt tudom önöknek mondani, hogy ha, és nem arról beszélek, hogy bilincsbe el kelljen vinni engem a rendőröknek valamire a városházáról, hanem ha a legkisebb gyanúja felmerül annak, hogy én szabályt sértek, azzal én azt kockáztatom, hogy vissza fognak még hozni ide 2 évre. Na most ez az, amit én már nem engedhetek meg magamnak, hogy még 2 évet elveszítsek elsősorban a magán életemből. Hiszen attól, hogy most az a helyzet, amit elsoroltam, az nem jelenti azt, hogy amikor kikerülök innen, akkor is az marad a helyzet. Tehát én a igazamért, ezt nagyon jól tudja maga rólam, a vélt igazamért is sajnos sok esetben, de a valós igazamért meg aztán főképp kiszoktam állni, és ez a magánéletemre is érvényes, úgyhogy erre pedig csak akkor van lehetőségem, ha kint vagyok. Tehát küzdeni fog például a gyereke felügyeleti jogáért? Hát ettől azért vagyunk nagyon messze, mert mostani tudásom és bírósági végzés alapján arra vagyok kárhoztatva. Arra vagyunk kárhoztatva a kislányommal közösen, hogy egy kamerával, kép- és hangfelvétellel rögzített teremben 2 hetente 1-szer, 3 órás időkeretben találkozhatunk, mostani tudásom szerint 9 hónapon keresztül így fogom tartani a kapcsolatot a kislányommal, annak ellenére, hogy elvileg már szabad ember leszek. Tehát ez, és a között, hogy nekem korlátlan szülői felügyeleti jogom van, amit a feleségemmel közösen gyakorolunk, szóval ez nagyot kell ugrani, de hát tudják rólam, szeretem a kihívásokat, úgyhogy azt gondolom, hogy a lányomért, a lányom érdekében nagyjából mindent, és a mindent alatt csak jó dolgokra gondolok. És tudják, és innen kezdte a beszélgetést, és engedje meg, hogy itt a vége felé erre itt reflektáljak. Én emlékszem rá, amikor 2019-ben a rendőrök kopogtattak az ön által emlegetett ügyben a cégünk és gazdasági bűncselekmény gyanújával azon az ajtón, amit a feleségem és a karján lévő, akkor 4 hónapos kislányunk nyitott ki, miközben én 3 sarokkal arrébb a városházán egy bizottságülésen ültem. És emlékszem arra a telefonhívásra, ami akkor ért otthonról, emlékszem a feleségem arcára, meg a kislányomra, amikor hazaértem, és azt tudom mondani, hogy valamikor ott, ön egyébként a kérdésében elég pontosan utalt rá, hogy mikor és miért, valamikor ott és akkor adták rám ki a kilövési engedélyt. Az, hogy ez idáig húzódott, azt nem tudom, hogy a Jóistennek, az én ügyességemnek, vagy a körülmények meg a csillagok szerencsés együttállásának kell betudni, de azért valljuk be, hogy nem ez volt az első eset, amikor velem szemben vélt, vagy valós ügyben, de fel akartak és fel is léptek, utolérte engem is. Lázár Jánossal fog majd találkozni? Keresi a kapcsolatot Lázár Jánossal, talán így pontosabb. Együtt kávéztak, amikor a Szevélyépes ügyben az állami kártalanításról volt szó, tehát azért kicsit közelebbi a viszonyuk ahhoz képest, mint hogy ő a egyik országgyűlési képviselő. Na akkor pontosítjuk azt a kávézást, és akkor ezzel most azt gondolom, hogy megint egy novumot fogok mondani. Én nem Lázár Jánossal kávéztam együtt, hanem tekintettel arra, hogy a miniszterelnök személyesen nem ért rá. Ezért ő saját maga helyett a kormányülésről, mihelyt megszületett a kormánydöntés, azonnal és egyenesen Lázár Jánost leküldte hozzám azzal a kormányrendelettel, amit ő előtte egy órával aláírt. Nekem nincsen külön nexusom
egyik vezető, fideszes vezetőnek hívott fideszes politikussal sem. Kubatov Gábor, Nagy István, Lázár János, csak most azokat említem, akik valamilyen módon már itt szóba kerültek az interjú során. Ezekkel az emberekkel különböző munkaügyek vagy politikai ügyek végrehajtása, még egyszer mondom, végrehajtása során találkoztunk, ahol a végrehajtók ők voltak. De azért azt, aki ismeri Magyarország működését, a magyar kormány működését, hova tovább esetleg a magyar kormányzó párt vagy pártok működését, az pontosan tudja, hogy hogy működik ott a döntéshozatal, és hogy működik ott a végrehajtás. Úgyhogy a döntéshozóval van kizárólag személyes nexusom, úgyhogy az a kérdés, hogy Orbán Viktorral fogok-e találkozni az elkövetkező 25 évben, akkor azt tudom mondani, hogy többször fogunk találkozni, mint ahányszor az elmúlt 25 évben találkoztunk, pedig van egy tucatnyi alkalom, amikor személyesen, ahogy ön fogalmazott, Lázár János vonatkozásában kávéztunk Orbán Viktorral. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy annak ellenére, hogy messze vagyok attól, hogy fideszes politikusnak lehessen nevezni. Még messzebb attól, hogy a rendszer kegyeltje volnék, vagy üdvöskéje. Azt tudom mondani, hogy be fogom bizonyítani, azt nem tudom, hogy fordítva működik, de azt be fogom bizonyítani, hogy börtöntöltelékből is lehet Magyarországon miniszterelnök. Ha már itt ugye számtalan ügye van, például ez a hamis vádas elrablása, tehát hogy így tényleg az ember azt látja, hogy volt egy pályafutása, vagy van egy pályafutása? Volt. Volt? Hát lezárult. Hát engem kimondtak a forgalomból, tehát ezt ne felejtsük el, ezt a aprócska tényt, hogy november 11-én kivontak a forgalomból. Tehát én abban a formában, hát most voltam el. Abban a formában én megszűntem. Egy dolgom maradt még meg, a szegedi képviselői mandátumom, zárójeles megjegyzés, ezt a szegediekkel meg fogom beszélni. Tehát a szegediek azt mondják, én le fogok mondani. Ebben ne legyen senkinek illúziója. Nyáron én ezt meg fogom beszélni a szegediekkel, és ha a szegediek azt mondják, akkor a szeptemberi közgyűlésen az lesz az első, hogy fölállok, polgármesterek előtt a közgyűlésen bejelentem és lemondok. De ehhez nekem kell majd ott egy 30-40 nap, hogy ezt megbeszéljem a szegediekkel. És miután megbeszéltem, akkor meg fogom hozni a megfelelő döntést, sőt, tovább megyek. Ha ők azt mondják, hogy én jogtalanul vettem föl, mert engem nem illetett meg az elmúlt 6 hónapban, mert nem dolgoztam értük annyit a képviselő tiszteletdíjam, akkor azt meg vissza fogom fizetni. De ez most csak a képviselői mandátumomra szólt. De még egyszer mondom, hogy én nem az vagyok, aki voltam, hanem valaki más. De ezt nyilván akkor fogom önöknek tudni bebizonyítani, most meg maximum a körletfelügyelet tudom ezt bizonyítani, szóval akkor fogom bebizonyítani, akkor kikerültem innen. De tegye fel a kérdés, bocsánat. Nem csak így elgondolkoztam, hogy azért... Volt számos ügyem. Hanem hogy igen, tehát hogy ez így nagyon, nagyon nehéz lesz innen, felsorolta, hogy mi minden ment tönkre, mi minden változott meg az életébe, és van egy kialakult Szabó Bálint kép. Tehát hogy ebből kitörni, vagy egy új Szabó Bálintot felépíteni, ehhez például honnan lesz ereje? Vagy honnan tud annyi új hitelességet szerezni saját magának, hogy bárki elhiggye azt, amit mond? Az a jó a börtönben, hogy nem csak tévét lehet nézni, hanem a tévében lehet rádiót is hallgatni. És ott hallottam a múltkor, hogy egy mostani fiatalok által nagyon szeretett számot, az a lényege, hogy aki mindent elveszít, az mindent megtehet, és ha a pillanat a csengő, én éppen csengetek. Talán valahogy így szól ez a szám. Javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, tanúságos. Szóval ezt tudom csak mondani. Én világéletemben független politikus voltam, és amikor ez kívülről nem is úgy látszott, akkor is arra törekedtem, hogy minden tekintetben a függetlenségemet meg tudjam őrizni. Azt gondolom, ezt egyébként sikerült is. Nem véletlenül támadtak hol jobbról, hol balról, hol egyszerre mind a két helyről. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ennél függetlenebb és szabadabb még soha életemben nem voltam. És itt benne a BV-ben még lelkész is van, ugye most is egy kápolnában beszélgetünk, lelkész is van. És az ő egyik fontos tanítása az arról szól, hogy rácsok mögött szabadon ezeket a prédikációit vagy szentbeszédeit hallgattam karácsonykor, egyébként a büntetés végrehajtási intézményen belül, és azt tudom mondani, hogy igaza van.
határozod meg azt, hogy te hogy érzed magad, és miben érzed magad, és lehetsz rácsok mögött is szabad, meg lehetsz a rácsokon kívül is egyébként fogja a vágyaidnak, meg egy csomó minden másnak, és nem akarok ebbe belemenni. Egy dolgot szeretnék csak mondani végezetül, hogy a hitelesség kérdése. Én azt gondolom, hogy amit elkövettem, azt nem csak megbántam, nem csak beismertem, és be fogom ismerni joghatályosan június 23-án a bíróság tárgyalásán, hanem az azért vállalható és kiszabható legsúlyosabb büntetést, én ezt el is fogom vinni, nem fogok harcolni ellene. Lehetne fellebbezni, lehetne csűrni, csavarni a dolgokat, kislányomra hivatkozni, meg személykörülményemre, nem fog. A lehető legsúlyosabb büntetés, tehát 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérem. Ez az az ügy, ami miatt most beszélgetünk ebben a formában. Az pedig, hogy én 7,5 hónapon, 225 napon keresztül egy büntetés végrehajtási intézményben vagyok. Olyanra volt még egyet nem tud nekem mondani, aki azért került ide, akár most, akár korábban, akár szerintem a jövőben, mert betette a lábát Budapestre. Hibáztam, nem kellett volna megszegnem azt a szabályt. De hogy a Budapestre belépésért 225 nap jár, azt gondolom, hogy busásan megfizettem a hibámért is. Ennyit ezekről az ügyekről. A folyamatban lévőkről meg azért nem szeretnék egyelőre beszélni, mert ott nem vagyok védekezésre képtelen helyzetben, tehát azokban az ügyekben meg tudok és meg is fogok harcolni a magam igazáért. Fenntartom ugyanazt, amit korábban is elmondtam. A Covid ügyében jó célért rossz eszközt választottam. Hogy ez bűncselekmény volt, vagy szabálysértés, megállni az annak út kellős közepén, ez döntse el mindenki. De tény, hogy amikor én azt kértem, hogy állítsák le a tömegközlekedést, akkor Madridban már leállították, és rá pár hétre a magyar miniszterelnök egyik napra a másikra egyébként az egész országban leállította. Ami pedig az elrablásomat illeti, hát azért azt senkire gondolja, hogy egy gyerekes apukaként 50 kilométert februárban, hóban, fagyban sétálok Szegedről Makóra, majd fölgyújtom magam alatt a szénakazlat, és egyébként megégetem a kezemet meg a lábamat úgy, hogy a lábamon ez még mai napig látszik, és ezt követően pedig egy szállal sovatyába átmászok egy-két vadkerítésen, majdnem elütnek az autópályán, és utána pedig egy szolgálaton kívüli rendőr véletlenül megtalál. Tehát ha ezt én valóban minden külső hatás nélkül megcsináltam volna, és erre vonatkozott az a bizonyos és már emlegetett igazságügyi elve, orvosi szakértői vizsgálat, akkor valóban az imeiben lennék. Vagy ha nem az imeiben, akkor egy sima elmegyógyi intézetbe. De hál' Istennek abban az ügyben nagyon sok, nagyon jó vizsgálat készült, úgyhogy abban az ügyben én azt gondolom, hogy fog még érni sokakat meglepetés.